Hát mi már, ez egy ilyen részlet dolog. Elsősorban, hogy mik voltak a körülmények, mikor ez történt, amikor Jézus halat, hogy mondjuk, sokszorosította. A másik szempontból nálunk ez már nem egy nagy dolog, hogy együnk halat, mert hogyha a mi könyveink mondják, ne együnk halat, mi nem látjuk egyáltalán semmi veszteséget, hogy most eszek halat, nem eszek halat. Hogyha kéri Isten tőlünk, nem eszünk, ne egyél, mi nem eszünk, valaki gondolja, hogy neki Jézus megengedte, egyen. Ez az ő dolga. Mi dolgunk, hogy mi még azt se eszünk. Jó, nekünk ez így jó.